Az évek óta hagyományosan megrendezett Népek karácsonya az idén beköltözött a Vértes agórájába. A Népek karácsonya rendezvény sorozatot a Tatabányán élő nemzetiségek kezdték el ünnepelni, közösen ünnepelni évekkel ezelőtt. És most itt a Vértes agórájában adunk helyet velük egyetértésben és együttműködésben ennek az ünnepnek és rendezvénysorozatnak, aminek most éppen a délutánján vagyunk ebben a pillanatban, és várjuk az érkező csoportokat, akik itt az aulában felállított színpadon szerepelnek majd. Játszóház volt a délelőtt folyamán, természetesen a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó díszeket készítettek, de volt itt kosárfonás is a romák részéről, a görögök részéről pedig mitológiai képecskék kifestése történt. Úgyhogy jöttek gyerekek, jöttek szülők, és jól érezték magukat reményeink szerint. A délutánban pedig a műsor után nemzetiségeink ételeiből lesz egy kis kóstoló, és finomságok lesznek. Mi már tudjuk, hogy nagyon érdemes lesz itt délután megkóstolni a karácsonyi süteményeket, ételeket. A délutáni műsor előtt dr. Kanc Csaba alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, aki a nemzetiségek együvé tartozásáról beszél. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint bármelyik másik tatabányi állampolgár, azzal a különbséggel, hogy természetesen igyekeznek a saját kultúrájukat, nyelvüket, hagyományaikat ápolni. Ez adja meg az országunk erősségét, hiszen már Szent István király is leírta az intermében, hogy csak az az ország erős, amelyik képes a nemzetiségeket befogadni. És én azt gondolom, hogy ez Magyarországra korábban is jellemző volt, és szerencsére úgy látom, hogy most is itt Tatabányán is befogadjuk a nemzetiségeket, minden probléma nélkül élnek a városunkban. Az külön öröm, hogy rengeteg olyan rendezvény van az év folyamán, ahol meg tudunk emlékezni a múltról, a hagyományokat ápolják ezek a csoportok. Mindez öt nemzetiség, tehát a cigány, a görög, a szlovák, a német, illetve a lengyel nemzetiség. Ez az öt nemzetiség az, amelyik kisebbségi, illetve pontosabban most már nemzetiségi önkormányzati státusszal rendelkezik, és mind az öt nemzetiség esetében ezek az önkormányzatok működnek, és segítik a mi munkánkat, és természetesen Tatabánya városa is igyekszik segíteni az ő munkájukat.